A koronavírus a nyíregyházi hajléktalanok számára is hatalmas kockázatokat jelent. Az oltalom szeretett szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy mind a rászorulók, mind pedig a dolgozók egészségét védje. Mint azt Laborci Gézától, az intézmény vezetőjétől megtudtuk. Egyelőre védőruha nélkül kell ellátniuk a szükséges feladatokat. Amit saját magunk tudtunk megoldani, hogy egy mintaprogram, közfoglalkoztatási mintaprogram keretében van egy varrodánk, meg a fejlesztő foglalkozást is végezik annak a keretében. Így az ott lévő ellátottaink szakemberek irányításával elkezdtek szájmaszkot készíteni, sűrű szövésű olyan anyagból, ami erre alkalmas, és miután ez cserélhető, 2 óránként úgy adtuk a munkatársaknak, hogy cserélhető legyen 2 óránként, hazaviszi, kimossa, kifertőtleníti, és újra tudja használni. Így most már minden dolgozónknak, ellátottainknak is tudtunk adni természetesen, akik kijárnak dolgozni, hogy így ezt tudják használni, és természetesen hát az a higiéniai előírásokkal vigyázunk, azt kérjük a munkatársaktól, ha hazamennek, akkor kvázi otthoni zsilipeljenek, levetik a ruhát, zuhanyozzanak, fertőtlenítő mosást végezzenek, ugyanúgy, aki belép, ott is ezt próbáljuk. Laborci Géza hozzátette, a járványból adódó pánikhelyzet miatt több rászoruló elhagyta az intézmény szálláshelyét. Mint mondta, a terítettség ennek ellenére továbbra is fennáll, és a fokozott óvatosság miatt most még nehezebb új jelentkezőket befogadni. Az időjárás miatt is kicsit a csúcs közeli kihasználtságban működünk, tehát a éjjeli menedékhelyen a 100-as létszám az, ami az engedélyezett, az megvan, sőt a hidegebb éjszakáknál még följebb megy 100-120-ra is. Ez túl sok dolog nincs, itt inkább ugye az a probléma a bejövőknél, hogy mi az éjjeli menedékhelyet kivéve, meg a emmi rendelet alapján van némi mérlegelési jogköre az intézményvezetőknek abba, hogy új embert fölvegyünk. Tehát nem tudjuk róla, hogy főzött-e. Tehát arra kell vigyázni, hogy a fertőzés nehogy bekerüljön az intézménybe. Ezekre nem vagyunk igazán jól fölkészülve, nincs elkülönítőnk, és nem tudjuk így behozni, illetve akit hoznák, vagy hoznának, azt papírral tudjuk csak felvenni.